Ebben az esztendőben is megemlékeztek Szabadbattyánban a 2016-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt Jung Józsefről, a nagyformátumú labdarúgó edzőről. A Dunafer NB1-es csapatának, a Videoton és a MÁV előre ifjúsági együtteseinek egykori mestere 66 évesen távozott az égi futballpályákra. Az emléknapon Szabó Ildikó, a település polgármestere is megemlékezett a kiváló sportemberről. Lelkesedéssel, összefogással, úgy gondolom ez a legfontosabb része. Nem minden az anyagi eszközökön múlik, és szerencsére ezt be is bizonyítottuk. Maga a sport is, a futball is egy csapatjáték, de ennek a rendezvénynek, a Jung emléktornának is a szervezése valójában egy csapatjáték, egy csapatmunka, mert annyira összefogott a sportbarátok, az önkormányzat, hogy egyszerűen nem volt kérdés, hogy megszervezzük-e, és úgy gondolom, hogy évről évre talán mindig jobban is sikerül. A Szabadbattyáni Klub veterányainak képviseletében Tóth László az, aki évről évre sokat tesz a méltó megemlékezésért, amelynek keretében megrendezik a fiatalok tornáját, majd a nagy érdeklődéssel várt öregfiúk gálamérkőzést, ahol az emléknap fénypontján az egykori Jung tanítványok és a barátai lépnek pályára. Országszerte ismertek el, ismert edző volt, és nagyon sokat tett azért, hogy a Szabadbattyán felkerüljön a futball térképére. Szabadbattyánból indult MÁV előre, Videoton Dunaiban, és ide tért vissza Battyánba. Megírta nekem, azt mondta nekem, hogy van egy becenevem, hogy Tóth László olasz, mindenki úgy ismer. Azt mondta, hogy olasz, hidd el, ide még visszatérek Szabadbattyánba. 3 évig itt volt gyerekedző, a gyerekek istenként imádták, szerették, sajnos tragikus körülmények között meghalt, azt tudjuk, és úgy érzem, hogy szabadbattyániaként kőbevésett szabály, kutya kötelességünk az ő emlékét megőrizni. A várva várt mérkőzésen a dárdai tímben számos egykori válogatott futballista, köztük Nikolics Nemanja, Dárdai Pál, Juhász Roland, Torgelle Sándor, Lisztes Krisztián, Fehér Csaba és a szabadbattyáni gyökerekkel rendelkező Cvitkovics Péter is pályára lépett. Mindig jó érzéssel jövök, először is ez már lassan tradíció lesz, de mindig el kell jöjjünk, mert hogyha lemondanánk a meghívást, akkor botrány lenne biztos. Szívesen jövünk, jó emberek vannak, szeretik a focit. Nekünk ez amúgy is egy szép nap, így ahogy mondod, sok volt játékos, volt kolléga, múlt héten is játszottunk egyébként már azelőtt is, úgyhogy ez már a negyedik meccs lesz. Nekünk mindig nagy élmény, tehát eleve a zrika, eleve az élmények, a nosztalgia, tehát öregszik az ember, de amikor egy labdát lát, akkor jó kedve van, és tényleg ezek szép pillanatok. Az emléktorna ismét megerősítést adott, hogy Jung József pályafutása példa arra, miként lehet hittel és magas szintű szakmai tudással tenni a jövőért.